Itt mondtuk, hogy... egy családi kör olyan 50 fő körülbelül, a szíveségkal együtt. Épp mondtuk, hogy most a világ minden tájáról szólkolnak, mert hát Amerikában kimoltunk, ott vannak barátaink. Akkor a bátyámék, azok kim vannak Dél-Afrikában, azok ott, ott élnek. Ott élnek, szintén zenész, tornászedző, úgyhogy... A fiamnak, a feleségének a testvére az Ausztráliában, Melbourne-ben. Jó, hogy nemzetközi ez a család. Csak Ázsiában nincsenek, úgy, még mondtuk, nem hogy... Nem tudom hány földrészen most mind szóriztam. Mondtuk, hogy a húgoknak kell menni Ázsiába. Szilasnak az élete változik meg, hogy teljesen ő egy külön világba él, és abba soha nem enged bele, vagyis soha nem hívott el, és nem is akarja, hogy ott legyek a verseny. Tehát ilyen nagyobb versenyen még nem voltál? Próbáltam faggatni, azt mondja, hát azért az a... Az az egészséges izgulás megvan benne, de azt mondta, hogy ő már nagyon sokszor végigjátszotta a fejébe a gyakorlatot, és egyszerűen azt mondta, hogy nagyon jól sikerült a felkészülése, ő nagyon jó erőben érzi magát, az edzések nagyon jól mentek, úgyhogy ő mindent meg fog tenni. Azt mondta, hogy szerintem nem lesz semmi gond. Na, milyen szurkolottából van. Honfitársaink közül is megbújnak néhányan, itt a majd 15 ezer ember között. Április 13-án volt 30 esztendős Csollány Szilveszter. Az egész olimpiai mezőny egyik legrutinosabb versenyzője. Zozulia egy egészet belecsavar a dupla szupléba, amelybe tökéletesen beleáll. Kör hátra. A leugrás, a szuplé, amelyet tökéletesen beleáll. Ő nem csavar bele, mivel Dambakhoz átveszi a vezetést. Itt van Dambakhoz. Vigyorog, hát. Jaj. Ő is gyűlösnek. Ott van, Simi. Ott a Szilas. Hajrá, Szilas. Vajon mi járnak most Csollány Szilveszter fejében? Jaj, Istenem. 10 érme van gyűrűn. Egy arany, 6 ezüst és 3 bronz. Egy évtizede ott van a világ élvonalában. Se moccan a gyűrű, és a leugrás... Na, ezt hoztam meg apa szerencséjét, látod? Fölvetted a gyűrűt, látod? Azt mondja, de hát ha az apucikának ezt hoztam. Apa miért? Gyere ide. Nézzek, apuci az első. Jaj, nem látom. Nézzek, ott a magyar zászló. Ő lett az első.
Azért sírok, mert boldog vagyok. Nézzek, ének le. Végre magyar himnuszt. Mindig ebben piszkáltuk őt. Halló? Szia! Gratulálok! Nagyon örülök, Szilar! Végre neked szólt a himnusz! Nagyon! Igen! Lehet a gyakorlatodból én is éreztem, hogy nagyon nyugodt vagy, de hát mégis annyira izgultam. Siess haza, jó? Hogy együtt tudjunk ünnepelni. Adhatom egy pillanatra a Simit, a kislányát? Jó, adom egy pillanatra. Be van, hogy ez a számpiros. Mondd, hogy gratulálok, apuci! Gratulálok, apuci! Nagyon ügyes voltál! Nagyon ügyes voltál! Na, add vissza! Nagyon szépen, mert boldog vagyok!